16. fejezet. A kapitány fogja. Az első dolog, amit Julia megpillantott, a fedélzet volt. Fénylőködve burkolózó, sötét színű lécek hullámoztak a szem előtt. Semmi sem érzett. Hever tovább tumpulta a tarkójába lüktető, nem színű fájdalomtól, mert a rámért ütés okozott, még a közel nem osztott a szem elől. Egyszer csak lépésen hangzott a felfedélzeten, és a lány észrevette, hogy egy pár fekete bőrcsizma közeledik felé, majd néhány lépésnyire megáll. Ébresztétek fel, hallatott egy rekedt férfi hang. Két nagyon megragadta a vállán fogva, és rázni kezdte. Ám Juliának az is elég volt, hogy megérezte az állatokból áradó gyomorforgató szagot, már is magához tért. El van csokkal, kiáltotta. A földön ült és ide-oda rülengelt. Mellette két hatalmas nyomát, és idegesen bömböltek rá. Te vagy a villargóban lakó ikrek egyike? Kérdezte az előbbi hang. Julia nyelt egyet, és lassan felemelte a tekintetét. Egy magas, nagyon magas, jó külső férfi állt előtte. Közelről és alulról nézve egészen szoborszerű volt. A csizmája fénylett, a keze nagy volt és erős. Kifogástalan öltözéke meglepő módon illatozott. Minden tekintetben tökéletes ellentéte volt az őt körülvevő majom hordának. A lány megpróbált időt nyerni. Te Spencer kapitány vagy, ugye? Kérdezte remegő hangon, miközben azon töprengett, honnan szerezhetett róla információkat a kapitány. A kalózat érlelt a lány elé. Közelről olyan volt az arca, mintha addig felbohoragták volna. Makas járancsontok, mély szemgödrök, szépen formált száj, egyenes orr. Az vagyok, felelte, miközben a ragyogó fogai közt kifújta a levegőt. Julia önkéntelenül hátrálni próbált, de nem volt elég hely, hogy megtegye. Hirtelen úrrá lett rajta a rémület, és megértette, hogy ez az ember nem ismert réfát. Felsikoltott a kapitány kardja, és kiugrott a hüveiből, és a fedélzethez szegezte edzőtipőjének fűzőit. Most pedig. Megtudhatom végre, hogy a fiúk azt hozták el nekem, akit kerestem, vagy vissza kell dobjak a tengerbe. Én vagyok, Dr. Julia. Én vagyok Julia Covent. Nagyszerű, mondott Spencer. Hátralépett, kardját kihúzta Julia cipőhűzéből, és intett neki, hogy álljon fel. Lány engedelmeskedett, és közben érezte, hogy remennek a lábai és szédül. Nézte a körülöttük ricsajozó majmokat, és kimlak a füstölgő házait. Mit akarsz tőlem? Kérdezte végül. Mindössze egyetlen dolgot. A barátodat Ulysses Moore-t, felelte Spencer kapitány. Nem tudom, hol lehet, várta rá Julia. A kalóz összefűzte a kezét a háta mögött, és a tenger figyelte. A szikla tetején a villargó parkjában időről időről felvillant valami. Hosszú, rövid, hosszú. Ezek a Morse ABC jeleink, mondta Julia. Spencer megvárta, míg az üzenet befejeződik, majd megérezte. A fivérednek nyomó veszett, a kertésznek nem különben. Elvigyarodott. Mindent tudtuk, gondolta rémülten Julia. Hogyan lehetséges ez? Ne akart szólani, de Spencer megelőzte. Fogjú ejtettem a szüleidet. Még a szárazföldön vannak, de nem szolgáltak használható információval. Azt állítják, nem tudnak semmit a sánta kertészetekről. Mit csinálnak a szüleimmel? Hüvetette magába kikeve Julia. Semmi olyat, amit veled nem tennék meg, ha nem beszélsz fel, te férfi, azt tudjuk, hogy most persze a kapitány. Egyenként kitépkedhetem a körmeidet, vagy bezárhatlak egy hangyákkal a hordóba. Julia igyekezett meg sem hallani a kapitány szavait. Magában azt mérjük kérte, milyen távolságra van a hajó a parttól. Ha vele már szugrani, mert tengerbe szólalt meg a Spencer, mintha olvasott volna a gondolataiban. Elővetlek. Kivel? A majmaiddal? Spencer felkaszogott. Kemény lány ez vagy Julia Covent. Megmondták előre. Ki mondta meg? És ráadásul még szép is, folytatta vigyorogva a kapitány. Igazán kár, hogy meg kell kínosztassak, ha csak nem akarod önszántatból elárulni, hogy bokál az a hitvány Ulysses Moore. Mondtam már, hogy nem tudom, fogalmam sincs. Hazugság. Nem akarod elmondani? Akkor majd elmegynek nekem a szüleid, vagy a fivéred. Jason sosem ejtett fog jól. Spencer kapitány rédegen elmosolyodott. Tudod, hányszor hallottam már ezt a mondatot? És végül mégis mindenkit elkaptam. Egyiket a másik után. Mindegyikük azt gondolta, hogy megúszta, hogy elkerülheti a bosszomat. Micsoda gyermekded ötlet. Mestere vagyok az efajta vadászatnak. Mindjárt megtapasztaltod életben is. Áruld el, hol van ennyi Ulysses Moore, és meghagyom az életedet. Higgyem is el, felelte megvetően Julia. Spencer a villargóra mutatott. A házatokban egy pillanatban ül egy ember, akivel egyességet kötöttem. Sarkába eldobantott egyet. Ő tudta, hol találom meg a hajómat, én pedig tudtam, hogyan hosszabbítottam meg az életét. Amit látom, megbíztunk egymásban. Újból üzletet kötöttünk egymással. Szerencséd van, Julia Covent, négy embert keresek, de nem vagy, te nem vagy köztük. Nos, van valami mondani valót számomra? Julia meg akart rázni a fejét, ám a kalóz megakadályozta. Megforgatta az arcát és a szemébe nézett. Ne rabolt tovább az időmet, formát rá. Hol van? Amikor elengedte, már egy kis ilyen elájult filmében. Na akkor csináljuk másképpen. Megpróbálok segíteni neked, mondta Spencer. Talán akkor te is tudsz segíteni nekem. Mit tudsz Leonardról a félszeműről? Julia igyekezett nyugalmat erőltetni magára. Te
Tengerre szállt, de nem tudom, hová tart. Nagyon jó, látod, már is egy kicsit kedvesebb vagy. Peter Dedalus, ő már nem él itt. Nagyszerű kislány, nincs is szükség arra, hogy többet mondj. Tudom, hogy velencében él, és rábíztam a többiekre, hogy foglalkoznak vele. Bár nem tagadom, jó esne, ha magam intézhetném el. Gyerünk tovább, olvasotás? Én nem tudom. Na akkor majd én segítek. Látod a fényt a világító teremben? Mit gondolsz, ki jutotta meg? Jodia felemelte a fejét és bólintott. Igen, az ott Black. Akkor most következik a neheze. Hajlandó vagy beszélni nekem a sántáról? Elment, ismételte Julia. Ez itt túl leterű lenne, nem gondolod? És köszön neked. Váratlanul tűnt el, egyetlen szó nélkül. Senki sem tudja közünk, hová ment. Spencer kapitány vár néhány másodpercig, majd szintén hangon azt mondta. Tényleg azt szeretnénk, ha felszegeztetném a fővéredet a fővárbócra? Julia nem tudta tovább törtőzni magát és sírra fakadt. Ugyan, folytatta panaszos hangon a kalóz. Hiszen már egészen jól haladtunk. Adjuk a fővéredet. Jobban tetszik az apádat, hogy az énedet is odaszögezhetem. Választhatsz. Kivéve, ha nem mondod, hová ment a sánta. Elmondni után elolvasta a pillanatnyi neveit, kiáltott a kétségbe esetten Julia. A név haladtán Spencer kapitány arca elsötétült. Miféle levelet? Amit az első eltűnés előtt írt neki. Elolvasta, rájött, hogy Penelope él, és elindult megkeresni. De hiszen Penelope már nem él, vágta rá, meglepetten a kapitány. Jason hirtelen abba hagyta a sírást, és átadotta a száját. Efelé biztosíthatlak, tette hozzá a kalóz. Ugyanis magam öltem meg pont ögyen, miután rájöttem, hogy sosem fogja átadni nekem a térképet, amilyen fel van tüntetve a klímakába vezető út. Lezártam a könyvtárba, és fegyújtottam az épületet. Julia érezte, hogy az utolsó könycseppek végigördülnek az arcán. Gyorsan fejdézte magában Jason és Rick pont földjén tette át utazását. A fiúk eseltek neki egy hatalmas tűzvészről, amelyben elpusztult a könyvtár egyik szárnya. Eszébe jutott, hogyan keresni a Kilmarkov térképét, amit odalant őriztek egy titkos teremben. A térképet, ami végül Olivia Newton karmaiba került, és hogy Penelope inkább meghalt sem, hogy elfedje a titkot, mintha ezer év telt volna azóta. Julia végig gondolta mindezeket, majd felemelte a tekintetét, hogy Spencer szemébe nézzen. A félelme váratlanul semmivé foszlott. Akkor azt hiszem, neked van félnivalód Ulysses Smurtól. Bocsáss meg, mit mondtál? A Ryan, hogy megöltött Penelope-t, semmi sem szabadgálhat a haragjának. Spencer hangosan felkacogott. Félsz tőle, folytatta a lány, és érezte, hogy kipirul az arca. Igen, Julia Covenant, igazad van. Félek, rettentően félek Ulysses Smurtól, rettegek. A kalóz szinte szánakozó nézett rá. Nem értesz semmit, kislány, én nem hallhatok meg. És soha életemben nem féltem semmitől. Azzal intett a majmokból álló legénységnek, mert kiadta az utasítást. Vigyétek le!